A ma kisgyermekei, ők már az alfa generáció tagjai, olyan időszakban születtek és születnek, amikor a gyermekek mindennapjait és persze a szórakoztatásukat is egyre inkább a digitális technológia, a közösségi hálózatok és a streaming szolgáltatások uralják. Számukra az online lét, a közösségi média és a technológia már életmód. Teljesen tiltani már lehetetlen és értelmetlen, de érdemes egy arany középutat találni. Erről beszél Nyeres Józsefné, a Dunajvárosi Óvoda vezetője is. Azt tudomásul kell venni, hogy bármilyen helyzetbe kerülünk, ugye a felnőttek lesznek a rendelünk, most már nagyon előtérbe kerül, hogy sokan nem boltba vásárolnak, hanem neten keresztül. Tehát használják ezeket az okos kütyüket, ezt nem lehet kiküszöbölni, és ez a világunk van. Ezt tudomásul kell venni. Én az óvodában több helyen tapasztaltam, hogy tablet bent van a gyerekeknél, például ismeretterjesztő filmeket. A városi kisgyerek nem nagyon jut el bocit nézni. Milyen jó, hogy azért a mai technika segítségével meg be tudjuk hozni a csoportba ezeket a kis bocikat, lovacskákat, stb. Tehát erre én nagyon jó dolognak tartom az ismeretterjesztésre, de nem az egész napjukat tölti ki. A mai fiatal generáció számára a napnál is világosabb, hogy minden ott van a digitális eszközökön, minden elérhető, és még jó móka is. Nyeres Józsefné szerint azonban a mértékkel kell csínyán bánni, ugyanis a kicsi gyerekek személynek sem, agyának sem, sőt idegrendszerüknek sem tesz jót a túlzott internet használat. Nagyon meg kell szűrni mind a mesefilmeket, ami a gyereknek való. Tehát nagyon sok olyan videók, illetve ezek a videójátékok vannak, mert most már egyre több a videójáték készítő cég, de nem biztos, hogy egy óvodáskorú gyereknek kellene ezeket az ölős, kardozós, pufogtató, stb., hanem inkább ezek a pázli játékosok, tehát ami kimondottan fejleszti a kis logikáját meg az agyát, én ezeket nagyon pártolom. De ezeket a játékokat csak szűrten bizonyos kor után engedném, és én erre nagyon szeretném is a szülőknek a figyelmét felhívni, hogy nem azzal fogjuk egy gyereket lekötni, hogy oda ültetjük 3 évesen a tévé, vagy a számítógép elé, és én megfőzök. Amikor nem volt számítógép, akkor is meg kellett oldani a főzést. Tehát inkább vonjuk be a gyereket, hogy segítsen ezt csinálni, azt csinálni, együtt főzőcskézni, sokkal nagyobb élmény, ezek a közös együttlétek, mint azt, hogy odaültetem a gyereket. És mielőtt bárki lemondóan legyintenne a pici gyermekekre, sose felejtsük el, hogy mit látnak ezek a csöpségek, ha szüleikre néznek. Folyamatos telefonhasználatot, szünet nélküli közösségi média jelenlétet, onnan tájékozódnak, vásárolnak, ott élik az életüket. A szakember tanácsa, hogy tartsunk mértéket, és akár mutassunk példát gyermekeink számára.